Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem, vágjunk is bele. Az első film, a Rémségek könyve 3. Én nem tudom, gyerekek, hogy én ezt bemutattam-e már, én úgy emlékszem, hogy nem. És nézzétek meg, ez a borító szerintem kurva jó. Kurva jó. Ez baromi ijesztő ez a borító szerintem, rohadt jól meg van csinálva. A Kedvencek temetője rendezőjétől bizony gyerekek, az az ember csinálta, aki gyerekkorom egyik legfélelmetesebb filmjét, a Kedvencek temetője 1-2-t. Én azokon a filmekkel nagyon féltem, és én nekem ez egy csalódás volt ez a film, mert ez nem volt annyira félelmetes. Ellenben az első két részével, amiben igazából sorozatgyilkosok vannak, én láttam mind a kettőt még nagyon régen, és abban nem volt ilyen természetfeletti, Bloody Mary. Tehát, mert ebbe Bloody Mary van benne, és nem értem, hogy ez hogy hozták így össze. Miért nem egy sorozatgyilkos állt az egész mögött? Ez a Urban Legends. Hát remélem, hogy jól mondtam ki. Hát, akarjátok, nézzétek meg. Egyszer meg lehet nézni, és nem fogjátok magatokat rajta összeszarni, még van benne egy-két jó jelenet, de így kb. Ennyi. Még ezzel a rendezővel nem tudom, hogy mi történt, mert úgy ez a rendező csinálta meg a Belső Körök című filmet is. Ez is egy beszerezhetetlen, én ezt még a Keletinél vettem. Kemény 300 forintért. Hát igazából én ebbe csalódtam. Tehát itt is ide is jön a rendezőjének. Borzongató új thrillere, hát ez olyan borzongató, hogy semmi félelmetes nincs benne. Tehát ilyen tini horrorszerű, de borzalmas, tehát unalmas, nem történik benne semmi, át kell tekergetni. Sőt, ebben még szinkron sincsen, magyar felirat van csak, ezt felejtsétek el, és ez a rendező eztán rendezett meg egy ilyen Z-kategóriás foshalmaszt, mint a Sharktopus, meg a Sharknado, meg az ilyen kétfejű cápa, meg az apám fasza, egy ilyen Z-kategóriás szart rendezett, ez a rendező lecsúszott a lejtőn. Milyennek a neve? Mary Lambert. Hát azért egy Kedvencek temetőjéhez képest, azért én nem tudom, hogy lehetett így lecsúszni. Hát komolyan mondom, hát inkább ezt nézem meg még egyszer, de ezt tényleg mindenki felejtse el a picsába. Hát egyszerűen szörnyű, hogy mi lett ezzel a rendezővel. De még a Kedvencek temetője 2 is jó volt, komolyan egy baromi véres, gusztustalan film volt, meg voltak benne ijesztő részek, nem olyan volt, mint az első rész, de hű volt az elsőhöz. Szörnyű, katasztrófa. Az Ördögűző, nem tudom, hogy ezt is bemutattam, mert már minden idők legrémisztőbb filmje, rendezői változat. Én nem tudom, ezek jók voltak ezek a kiadások. Nézzétek meg. Jók voltak ezek a kiadások, és ezek voltak elvileg a régi kiadások. De nekem megvan egyébként a dupla lemezes is, amin azt hiszem a régi szinkron van rajta. Én még meg sem néztem, hogy őszinte legyek, ebben a kiadásban még magyar szinkron sincsen. Majd akkor bazd meg, hogy remélem nem mész vissza. Jobb, mint 1973-an. Ez a film még mindig a frászt hozza az emberre. 73-as film is, az mai napig beszaratja az embert. Tök ijesztő és félelmetes, de tényleg. Meg ez a borító, gyerek. Hát ez valami kegyetlen jó. Nézzétek meg. Hát milyen jó ez a borító már. Azt a kurva élet. De ezt a filmet már nem kell bemutatnom, ezt mindenki látta. Következő film egy igazi ritkaság, a Parazita. Hát szerintem ez a film sincs meg sok embernek. Donald Sutherland, ez egy korrekt film, de komolyan fantasztikus, és egy vagyont el lehet kérni ezért a filmet, aki el akarja adni. Én megmondom őszintén, 3000 forintért vettem, ezért engem lehet oltogatni, de ezek olyan filmek, amiket olcsóban nem lehet megvenni, meg beszerezhetetlenek. Imádom ezt a filmet. Kurva jó, de is nem, kurva jó. Aki nem látta, az pótolja, sokan szidják, de szerintem ez egy fantasztikus film. A következő is egy beszerezhetetlen DVD, a Szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, és ez az angol címe is, ez gyerekek egy igazi művészfilm, de komolyan. Tehát, ezt nézzétek meg. Hát igen. Spoileres leszek egy kicsit, ugyebár ez a férje a nőnek,
ez meg a szeretője, nem, mármint nem, az, nem ez a szakács, hanem aki a szélén ül, dugogatnak, meg apám fasza, és akkor ez a faszkalap megtudja, hogy megcsalja, és megöli a csávot a szakáccsal, meg megsütteti a csávot, hogy a férje egyen belőle. Hát gyerekek, ez milyen beteg történet már? Tehát igazából az utolsó 10 perc az én olyan rosszul éreztem magam a film alatt, mert ez az ember egy őrült. Ez nem normális. De tényleg, ezt nézzétek meg, mert fantasztikus. Tehát a magyar szinkron is jó lett szerintem. Tényleg nagyon jók a szereplők. Ezt a filmet csak dicsérni tudom. Komolyan. Van olyan ember, aki ezt még nem látta. Tehát, és az a baj, hogy van. Ezt mindenki sürgősen pótolja, mert ez egy igazi alapfilm. Tessék utána nézni, és olyan zenéje van, hogy beszartok. Beszartok. Tehát én nem tudom, én rosszul éreztem magam a film alatt. Hát, meg azt a szerencsétlen kisgyereket is így bántja ez a balfasz. Egy olyan jó az a színész, egyszerűen ez kurva jó ez a színész. Tehát, nem tudom dicsérni ezt a filmet már. Hová dicsérjem? Nézzetek utána, hogy ez mekkora alkotás. És azt hiszem 89-es a film, hát... És megmondom őszintén, ezt még sehol nem láttam DVD-n. Ezt megláttam, azonnal megvettem, mondom, hát ez beszerezhetetlen. Ezt amúgy egyszer a tévében láttam, ott adták, azóta se tudtam megnézni, mert én nem... Úgyhogy megvettem, megnéztem, és zseniális. Mert én ezt szinkronosan akartam volna látni. Nem akartam felirattal. Úgyhogy gyerekek, ja, ezt mindenki pótolja. Következő film, ami nekem tetszett, az a Nostradamus, a legenda újjáéled. Ez kb. 5 pontból 2-n áll, azt hiszem. És én megmondom őszintén, nem értem ezt az alacsony pontszámot, mert ez egy korrekt kis alkotás lett. Tehát jó, nem egy világrengető valami, de például ez is egy ilyen, kicsit ilyen időutazós, hogy ezt a faszkalapot a múltból át, tehát ilyen időgéppel, vagy nem tudom, így áthozzák a jelenbe, hogy öljön meg bizonyos embereket. És nekem tetszett. Jó, utána a csávó is visszamegy a időbe a múltba, az visszajön a jelenbe, és akkor senki nem emlékszik rá, csak ez a nő. Nekem tetszett ez a film, tehát nem egy megrengető alkotás, meg a szereplők is ilyen felemások igazából, de jó. Jó volt, lekötött engem, nem tudom. Sokan ezzel nem fognak velem egyetérteni, de lekötött. És ez egy filmnek a lényege. Lehet, hogy baromság, de azért komoly volt, hogy egy gyűrű, aztán a gyűrű miatt tudott átjönni az időn, vagy nem. És azért eléggé ijesztő nézett ki ez a pofa, ahogy így mormolt valami imád, azt a csávó fölgyulladt, azt hiszem. Valami zenetanár, vagy énektanár, arra emlékszem, mert nem tudom, beteg volt nagyon. Na. Jó volt. Szerintem. Akinek meg nem tetszik a véleményem, az így járt. Gyerekek, az a baj, hogy ez mindenki csak mondja, hogy szar a film, de azt nem nézik meg az emberek, hogy milyen a zene, milyen az operatőri munka, milyenek egyetlen a maszkok, tényleg az effektek, jól meg vannak-e csinálva, jó a történet, a forgatókönyv, ilyeneket nem vesznek figyelembe az emberek. Hát ez szar, rögtön rámondják. Hát gyerekek, ez a film szerintem nem egetrengetően szar. Állítom, hogy a Bad Movies is majd csinál ebből egy videót, de igazából leszarom, mert ez egy jó film nekem. Nézhető. Tehát mondjuk itt várjunk az olyan emberektől, akik a Waterworld vízi világot is szidják, hogy megkapta a világon a legrosszabb díjat, hogy az milyen szar film. Tehát Az is egy zseniális film, a vízi világ, tehát az egyik kedvencem. Lehet, hogy velem van a baj egyébként, még máshogy látom a filmeket, de leszarom igazából. Na, ennyi lettem volna. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és majd még jelentkezem. Sziasztok!